Sziasztok! Még mindig a távolból vagyok, de már tanulva az előző rész vágási szenvedéseiből, most egy kevésbé fancy résszel fogok jelentkezni. És itt emiatt egy olyan csapatot is kerestem, amelyiknél sok minden nem változott ebben a holt szezonban, hogy azért hatékonyak legyünk. És hát ugye van egy ilyen csapatunk, amelyik jelenleg konstansan bír ugyanazokkal a jellemzőkkel, ez pedig ugye a Falcons, amelyik az elmúlt két évet ugyanolyan folyamatos alulteljesítéssel töltötte, és hát nem ez a holt szezon nézett ki annak, amiben egy nagy dolog fog változni. Dan Quinnt ugye megerősítették a pozíciójában 2-7-9-es szezon után, előtte volt neki két pozitív mérlege, meg egy 8-8-as, amivel debütált, szóval ez már a hatodik idénye lesz. A koordinátorok jönnek-mennek, de egyébként itt most nagy változás az edzői stábban sincsen. Úgyhogy valami olyasmire kell alapozni, ami az előző években volt. És ugye a korábbi adásokban is mondtam ezt, hogy itt a 2020-as szezonban ez egyébként sokat érhet. Az, hogy nincs nagy variálás a kereten belül, és nem kell azzal sokat foglalkozni, hogy összeépítsék a csapatot. Tehát ugyanaz a stáb, ugyanaz a filozófia, ugyanaz az irányító, ugyanazok a húzó emberek. És ugye ez a Falconsnál lehet, hogy egy jobb eredményt is érhet majd, mint a tavalyi szezonban. Mi volt a piacon? Azért volt némi változás, ugye a játékosok jöttek-mentek, és hát főleg a mentekben vannak olyan emberek, akik azért a korábbi időszakban meghatározóak voltak, de már hát valami megváltozott körülöttük, ugye Trufant ugye kiemelkedik ebből a névsorból, akinek a karrierje új helyszínre költözött, és lehet, hogy még meg lehet váltani az ő karrierjét. De az Devonta Freeman ugye nagyon sokat futott ebben a csapatban, de most már ő sincs. És ugye tavaly Austin Hooper berobbant, ő egy kicsit más, mert ő azért egy zsíros fizetést kapott. De még ugye a korábbi Super Bowl menetelő csapatból ugye távozott Beasley, távozott Schweitzer, Claiborne, Devondre Campbell, de hát ezek mind az a csereszabatos játékos, tehát az, hogy egy ilyen átlagos kezdő, tehát hogy nem jó, igazából nem jobb, mint egy átlagos kezdő, de nem is rosszabb. Szóval ezek a fiúk közül sokan elmentek, szerintem sok szót ők nem érdemelnek, mert hát jön helyette akár a draftról, akár a piacról valaki, aki fiatalabb, vagy hasonló képességű, és akkor ezeket így be lehet építgetni, tehát velük olyan sok baj nincs. És ebbe a sorba tartozik bele Hooper is az én szememben, aki bár nem öreg, de ugye volt neki egy ilyen breakout éve, ahol nagyon sok kiadott, nagyon sok elkapás, nagyon sok touchdown-t ért el. És akkor automatikusan beszavazták a Pro Bowl-ba, meg nagy szerződést kapott, meg top 5 tight end, meg ilyeneket lehetett hallani. De egyébként, hogyha rászűrtök az ilyen advanced csatokban, hogy kinek van a legtöbb olyan yardja, amit nem saját maga teremtett meg magának, hanem csak hogy a séma úgy volt kialakítva, hogy ő legyen üres, na ebben Austin Hooper a legnagyobb ász, tehát abban, ami könnyű megfogni, könnyű elkapni, megszerezni, abban valahogy mindig Hooperre jöttek ki ezek a figurák, és az ő box score statisztikái sokkal inkább félrevezetőek, mint a valóságban hozzáadott teljesítménye. És hogyha az ő helyén lett volna egy bármilyen másik random NFL tight end, hasonló számokat tudott volna összehozni, mint a remek Austin. Na most ennek örömére akkor ide cserélték ugye Baltimore-ból Hayden Hurst-öt, aki ugye korábbi elsőkörös játékos, de már azért benne van a korban. Jön a vonat. Szóval, hogyha Hurst-öt akarják ebben a szerepkörben használni, nem várható szerintem nagy visszaesés. Baltimore-ban ugye beelőzték a depth charton, meg ott nagyon sok jó tight end volt, úgyhogy könnyű volt róla lemondani, főleg, hogy kaptak érte ellenértéket is. Megtaláltam a villanykapcsolót. Szóval, Hurst szerintem tudja majd pótolni Hoopert, aki hát egyértelmű, hogy innen csak csalódást tud okozni majd a Clevelandi szezonjában. Miközben Hurst valószínűleg az előre fog lépni, hogyha csupán a statisztikákat nézzük, és Ryannek a hatékonysága nem fog visszaesni, hogyha a tight endeket veszi célba, amire egyébként óriási szükség lesz, mert most ez a Falcons kicsit elnézte szerintem a csapatépítést, hogy hány vonat jár. Szóval az, hogy itt van Julio Jones és itt van Calvin Ridley, az odáig rendben, de két elég jó elkapó
az nem feltétlenül elég már a mai NFL-ben. Mert nézzétek meg a Vikings példáját, ugye évekig ezzel szívtak, hogy ott volt Dix és ott volt Thielen, és hogy a Titan posztot beveszed, azért Rudolph és Hurst közé raknék egy egyenlőségjelet, és akkor van Julio és Ridley, és mögöttük komolyan Laquan Treadwell, meg valami de Zaccheaus, tehát tényleg ezekkel a fiúkkal kell majd megoldani a harmadik számú elkapó posztot, Russell Gage, bocsánat. De az, hogy Sanut elcserélték, én azt gondoltam volna, hogy na, helyes, szedtek valami értéket cserébe, és akkor befiatalítanak azon a poszton, és akkor közelebb tudnak jutni ahhoz, ami egy ténylegesen egy erőteljes offenz lehet, amiben sok fegyvere van. Most ehhez képest nem nyúltak a pozícióhoz, mert nem olyan fontos pozíció ezek szerint, és ez probléma. Tehát ahhoz, hogy egy következő lépést meg tudjon tenni ez a Falcons támadó egység, az kellett volna szerintem mindenképpen még egy wide receivert szervezni valahonnan, ezt viszont nem tették meg eddig, és akik most a piacon vannak már, hát azok nem biztos, hogy tudnának túl sokat segíteni, meg hát úgy látszik, hogy elégedettek ezzel a névsorral, ami meg egy nagyobb probléma talán. És akkor majd mi lesz ezután? Megérkezett Todd Gurley a csapathoz, ami hát ugye megint csak hozza magával azt, hogy mit várnak tőle. Ugye hazatért Georgiába, azok után, hogy oda járt iskolába, és az egészsége felől nyilván megoszlanak a vélemények, meg hogy ő belőle még lesz-e NFL játékos azon a szinten, amit láttunk tőle a Ramsben évekkel ezelőtt. Hát most ugye itt természetes, mint minden más csapatnál, ez egy támadófal függő ez nagy részben. És amit a Falcons tavaly csinált az első kör, ugye két választása, a Lindströmmel és aztán Meggerivel, az egy ilyen felületi kezelés volt, tehát az támadófal gyenge volt, akkor draftoltak két első köröst bele, de ez a fajta hozzáállás, ez nem feltétlen hoz azonnali sikert. Mert ez már a második év lesz, úgyhogy elvárhatják azt, hogy ennek most már legyen hatása, és amennyiben ennek látványos előrelépés lesz az eredménye, akkor Gurley is nyilván sokkal jobb önmagát fogja mutatni a pályán, mint a korábbiakban, vagy mint tavaly. De ez nyilván Ito Smith-re meg a többiek is ugyanúgy igaz. Az már csak az én problémám, hogy ezt miközben Lindströmből ezt kinézem, hogy ő ezt megoldja, mert ő egy alapvetően egy jó gárd. Addig a Meggeri fan klubba elég messze vagyok ahhoz képest, hogy belépjek. Nagyon-nagyon nem szeretem Meggerit. Azt, hogy az első körben választották, hogy totál meglepett, én nekem a harmadik körben sem kellett volna. Nagyon nem látom benne azt, hogy az ő mozgásával így konstansan jó NFL tekül legyen valaki, márpedig, hogyha az első körbe választanak ki, akkor ez lenne azért az elvárás. Úgyhogy szerintem rá ne nagyon kalkuláljunk, mert rossz rólal tettek, én nagyon, nagyon meglepődnék, hogyha ebből a projektből még lenne valami. De minden esetre másodéves lesz ő is, úgyhogy a fejlődésnek még nincs vége, úgyhogy sérülések sem hátráltatják most már talán, úgyhogy ha be tud épülni a csapatba, akkor valami minimális fejlődésnek lehet, hogy lesz jele, de hát én nem csodálnám, hogyha hamarosan túllépnének ezen és leírnák a veszteséget. De még így is, azért amíg Matt Ryan a keretben van és van egy top 10-es irányítójuk, addig azért nagyon sok meccsre ez elég. Már csak azt kellene valahogy elintézni, hogy ő szinkronban dolgozzon a társaival, az edzői stábbal, és hogy Gurley ott ne zavaró tényező legyen, hanem egy segítő személyzet, és akkor ez a csapat, ez tud meccseket nyerni olyan találkozókon, ahol hasonszőrű vagy gyengébb csapatokkal találkoznak, lesz ilyen bőven, és akkor összeszedegethetik ezeket a fontos győzelmeket. De mondom még egyszer, azért ennél a csapatnál az alulteljesítés az alap, tehát már bármilyen gárdával szemben benne van az, hogy felrajzolnak egy nullát, amit én sose értek, hogy ez miért van így, de azért Ryan minden évben hozza magát szinte, még hogyha nem is meccsről meccsre, de szezonról szezonra igen, tehát ott visszarázódik valahogy. Julio Jones-t ismerjük, tehát ő megint a liga első wide receiver címért megy, Ridley is ügyeske, és akkor így végigmondtam azt, hogy mitől gondolom, hogy ez a csapat ez jó lesz, de nem kiemelkedő támadásban. Na most a védelem az már egy érdekesebb helyzet, mert nem nagyon nyúltak hozzá úgy, hogy nagy váltás legyen. Ugye Fowlert leigazolták, aki egy pályája csúcsán lévő pass rusher, úgyhogy meg kellett fizetni, de hát azért nála sem azt mondhatjuk elsőre, hogy a legmegbízhatóbb játékosok egyike. És ugye
más pedig az van, hogy a fiataloknak kell fejlődni, meg egészségesnek maradni, és akkor ez lesz az, hogy majd a Queennek ez a következő mag kialakul úgy, hogy újra a régi fényében ragyogjon. Hát meglátjuk, hogy hogy lesz. Mi volt a drafton? Draft első kerében ugye AJ Terrell-t választották ki, nagyon kellett a cornerback, és miután Terrell megérkezett, azután is nagyon kellett a cornerback. Tehát még így sincsenek rendben, tehát oda minden jellegű segítségre szükség van. Aztán egy pár nappal ezelőtt leigazolták Darkis Denardot, és ha azt gondolnád, hogy ahol már Darkis Denard a megváltás, ott komoly bajok vannak, ezt mondjuk adom, de egyébként Denard nem annyira rossz, mint amennyire a hírneve, tehát azért a Bengalsban azért voltak jó mérkőzései, meg úgy összességében a komplett előző szezonja egy liga utolsó csapatban nem volt annyira förtelmes, tehát ő, ha itt beépülne és hozna egy standard kezdőszintet, a már az is nagyon sokat érne, főleg úgy, hogy milyen sokáig vártak vele, hogy bárki is szerződést adjon neki, ez egy nagyon jó igazolás szerintem, mert kevés olyan csapat van, mint a Falcons, amelyik ekkora szerepet tudna neki biztosítani az elejétől, és hát ehhez képest ugye még itt július végén is tárgyalgattak, hogy mi legyen, de ez egy alulértékelt jó igazolás. De visszatérve akkor a draftra, ugye Terrell a Clemsonnak volt a cornerbackje, és őt hát borzasztó nehéz volt megítélni, ugyanis a Clemson hát szinte az egész ACC-ben egyedülálló módon tehetséges volt, és akik szembe jöttek vele, azok azért nem voltak olyan hajde ügyes elkapó játékosok. Főleg azok közül, akik most futották az utolsó évüket, tehát voltak egy ígéretes fiatalok, akik majd jönnek, de hát itt most első néhány évükben nem valószínű, hogy majd ott leatletizálják a Clemson Superstar cornerét. Úgyhogy Terrell nagyon magasan volt értékelve az egész idény alatt, szinte az egész karrierje alatt, mert a Clemson mindig jó volt, amikor ő játszott, meg amikor ő oda járt. És aztán megtörtént ugye egy rájátszás mérkőzés, ahol szembe találta magát napjaink legjobb egyetemista elkapójával, ugye Jamar Chase-szel, és hát ő azt csinált vele, amit akart. Tehát ugye az LSU elleni mérkőzésen Terrell lett volna az, aki kikapcsolja Jamar Chase-t, akit senki nem tud kikapcsolni, és hát ő nagyon csúnyán felrakta a térképre őt, és elvitte táncolni, poszterre, tehát amit akarsz, tehát fogalma nem volt róla, hogy mit csináljon, és hát ezáltal azért visszaesett a megítélése Terrellnek, de azért hozzá kell tenni, hogy Jamar Chase mindenkivel ugyanezt csinálta meg, tehát bárki jött szembe, ő neki az nem volt ellenfél. És szóval így Terrell csak egy volt a sok közül, nem arról volt szó, hogy ide jött volna egy ilyen random fiatalember és ő beültetti a hintába, hanem konkrétan a legjobb elérhető játékos, akivel szembe lehet nézni, az jött oda és ő égette meg. Tehát ezzel még azért együtt lehet élni, ez kb. Olyan, mint hogyha edzésen Julio Jones szivatná. Tehát jó, hát szomorú, de hát ez van. Tehát ez azért Julio Jones sok emberrel megcsinálja, na most Jamar Chase kb. Hasonló kaliber az egyetemi futballban, szóval emiatt nem kellene pálcát törni Terrell fölött. De az tény, hogy a minta az nem túl nagy az ő esetében, amikor kiemelkedő játékosokkal találta magát szembe, és ugye az első évében majd lehet, hogy jönnek ilyen józanító pofonok neki is, de hát ők úgy látták, hogy abban a rendszerben, amit ők futtatnak, az egy megfelelő fit lehet, ami egyébként igaz is, hogyha pusztán a játék stílusát meg a paramétereit nézzük, az más kérdés, hogy én a második körben jobb kornereket láttam kimenni, hogy ott volt Jalen Johnson, ott volt Fulton, ott volt Tix, de ezt már lehet, hogy el is mondtam már korábban. Nekem Terrell, nem tudom, hatodik cornerback volt nagyjából a klászban, hát ehhez képest elég korán ment ki. De hát azt legalább látjuk, hogy mi volt a cél. Tehát ez egyértelmű, hogy fel fog férni a rosterre, és komoly feladatokat is rászabhatnak, hogyha itt az edzőtáborban nem járatja le magát teljes mértékben. És akkor a második pikkükkel is a védelmet erősítették, és Marlon Davidson egy érdekes ember, ugye az Auburnben játszott, és egy defensive tackle méretű játékos, aki defensive endet játszott, ugye 4-3-ban, tehát edge játékos volt, passz siettető, úgy, hogy óriási méretekkel rendelkezik azon a poszton. És ugye
ismerik, százszor elmondtuk már a Dan Quinn féle playbookot, ugye annak idején, amikor azt megálmodták, még Gus Bradley-vel, meg Carroll-lal, akkor volt ugye a Red Bryant pozíció, ami egy 300 fontos ember, aki defensive endet játszott a négy emberes falnak a szélén, és ugye Davidson, hogyha ugyanezt futtatják tovább, akkor ugye ez lenne. Más kérdés, hogy ezt a sémát már rég kiismerte a liga, úgyhogy vannak módosítások is benne, kevesebb, mint amennyi kellene. Szóval az biztos, hogy a szisztémában megtalálják majd a helyét. És ugye ott a védőfalban, hát még azt is várják majd, hogy Fowler milyen lesz, de hát ugye Jarrett abszolút elit a maga posztján, és várják azt, hogy ugye Tech McKinley majd kiforja-e magát itt már negyedik évére. Repül az idő neki is, aztán még keveset mutatott. Úgyhogy Davidson nem tudom, hogy azonnal kezdő lesz-e, de az biztos, hogy ahhoz képest, hogy mekkora játékos, így felépítésben, ahhoz képest embertelen fürgének számít. Szóval ez mindenképpen egy érdekes dolog, és egy kreatív védőkoordinátor ebből ki tudna hozni nagy dolgokat, hogy éppen hova állítja be, és milyen feladatkört szán neki a adott játékszituációkban. Tehát ezzel lehet játszani, és ez nem butaság, amit a Falcons itt kiválasztott Davidson részéről, és hogyha pusztán a tehetséget nézzük, hát ám legyen, csak ilyenkor ugye be kell hozni azt is a beszélgetésbe, hogy hiányposztra draftolunk, mert itt most nem ez történt, vagy tehetség alapján. Alapvetően tehetség alapján kell draftolni, de ugye Falcons annyi hiányposztot hagyott a rosteren, hogy engem meglepett, hogy itt beruháztak egy védőfalemberre a második körben, miközben még egyszer mondom, hogy a harmadik számú wide receiver az Russell Gage. Nem volt ez egy túlságosan bőséges draft class. Egyébként még a harmadik játékosuk érdemel szót, Matt Hennessy, aki a Temple-nek volt a center, és egy nagyon jó passzblokkoló center, aki valószínűleg nem fog kezdeni, hiszen Alex Mack még a keretben van, de hát azért számolgatnak, hogy novemberben már 35 éves lesz Alex Mack, úgyhogy nem biztos, hogy ő már sokáig fog a ligában maradni. Idővel Hennessy szerintem könnyedén kinőheti magát egy kezdőszintű játékossá az NFL-ben, még hogyha kicsit vékonykának tűnik is a momentán felépítésével, de ez, hogy most egy ilyen redshirt idővel kezd, és nem kell azonnal beállnia, hiszen ugye hát a belső falat valószínűleg marad ugye Lindström, Mack és James Carpenter, szóval Max sérülés esetén kell oda neki beállni. Így ez így rendben lehet. Tehát egy év tanulás után izmosodás, kondi, és akkor a következő idéntől Hennessy egy teljesen korrekt kezdőjátékosuk is lehet. Úgyhogy, ha úgy vesszük, három leendő kezdőjátékos draftolt a Falcons, abból kettő valószínűleg nem is rossz. Terrell nem vagyok benne meggyőződve, hogy franchise játékosan nevi ki magát. De a draftot ilyen szempontból nem lehet szidni. Én az összességében a csapatépítésre gondoltam azt, hogy olyan helyeken látok lyukat, ahol ezek szerint ők nem. Mennyi az annyi? Ugye a tavalyi 7-9, meg a tavaly előtti 7-9 után nyilvánvalóan Las Vegas 7,5-re lőtte be most az over-undert, és bármilyen meglepő, én továbbra is hiszek bennük. Elmondtam már, hogy miért, tehát az állandóság miatt, Ryannek a magas alapja miatt, amit csinál, és talán azért, mert az összeszokottság megvan. Tehát itt azért főleg az elején azért bőven vannak nyerhető meccsek, viszont ugye a bye week-jük után ott lehet, hogy már csak egyet fognak nyerni. Az nagyon érdekes, ugye, mert az utolsó három meccsük kétszer a Tampa és egyszer a Kansas City, és még előtte van egy New Orleans is, úgyhogy feltételezem, hogy itt azért a divízió rangadókon megint felszívják magukat és okoznak meglepetést, és a New Orleans ellen meg a Tampa ellen is esetleg borítják a papírformát, mert most ténylegesen nem ők az esélyesek. És akkor szerintem már december közepén meg lehet ez a 8. győzelem. Aztán lehet, hogy naív vagyok, mert a Falcons majd falconsos dolgokat fog csinálni, és a lehető legsimább meccseket fogják elveszíteni. Ez is benne van, tehát láttunk már ilyet sokszor. De én most szerintem a többséggel szembe megyek, és azt mondom, hogy pozitív mérleg lesz a Falconsnak. Na hát köszönöm a figyelmet ebben a rendhagyó részben megint.
holnaptól már visszatér minden a rendes kerékvágásba, úgyhogy nem sokára jönnek a megszokott videók, amiben lesz teknős is, úgyhogy mindenkinek kitartást, és köszönöm a támogatást, az elnézést és a figyelmet. Sziasztok!